1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnuszt. A nagyatádi Ady Endre gimnáziumban is megemlékeztek egy jeles eseményre a pedagógusok, a diákok és a meghívottak. Hosszú évek óta dolgozunk azon, hogy az egyesületekkel együttműködve erősítsük a gyerekekben a meglelt felismert tehetséget, hogy minél teljesebb életet élhessenek. Éppen az előbb meséltem, hogy a minap egy üzenetet kaptam 40 év után egy régi jó barátomtól születésnapi kívánságként, hogy teljességet kíván nekem. És hát lehet ennél teljesebbet kívánni, mint az, hogy a gyerekek a sokféle tehetségüket megmutathatják az iskola falain belül a nagyatádiaknak, a szüleiknek, a nagyszüleiknek, a társaiknak, a barátaiknak. A himnusz után Huszár Hajnalka, a járási tankerület igazgatója lépett a mikrofonhoz, aki első alkalommal mondott köszöntőt nagyatádi rendezvényen. Ez egy nagyon szép felkérés volt, és örültem neki. Nagyatádon tényleg nem ismernek, idegenként vagyok itt idézőjelbe véve, bár nem egészen, mert a sport azért elég sok mindenbe idehozott. A kézilabdás társadalmat elég jól ismerem a városban is, de remélem, hogy lassan a pedagógusokat is, és a város egyéb vezetőit is sikerül megismernem, és remélem, hogy hathatósan fogunk tudni együtt dolgozni a továbbiakban. A pedagógusok fontosnak tartják a magyar kultúra megszerettetését, ápolását. Ezért is törekedtek arra 2013-ban, hogy egy olyan ünnepséggel tegyék emlékezetessé január 22-ét, melyre a későbbiekben is szívesen gondolnak vissza a fellépők és a meghívottak. A gyerekek és a tanáraik is, és közvetítői ennek a kultúrának, azaz megmutatkozik egy komoly szellemi fejlődés, érlelődés, ami azt gondolom, hogy jellemző ennek az épületnek a falaira, illetve a falakon belüli történetekre. Elsősorban úgy gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell ezt eldöntenie. Az, hogy nekem mit jelent, majdnem mindent, ami fellelhető. Nekem van kulturális értéke a dalnak, a színháznak, a könyveknek nagyon-nagyon, de ugyanúgy van a sportnak, a pedagógiának, mindennek. Tehát vannak olyan értékek, amiket az ember nagyon fontosnak tart a maga életébe, és én egy kicsit mindenbe próbálok belecsippenteni egy kicsit. Van, amiben jobban, van, amiben kevésbé, de igyekszem mindenben megtalálni a szépet és a jót. Huszár Hajnalka 2013. január 1-től látja el a járási tankerület igazgatói pozíciójával járó feladatokat, akinek épp úgy fontos a magyar kultúra népszerűsítése, megszeretetése a diákokkal, mint a pedagógusoknak. Én azt hiszem, hogy az iskoláknak az egyik legfontosabb szerepe az, hogy azt a sok szépet, azt a kulturális értékrendszert, ami a hosszú évszázadok alatt itt felgyülemlett a hazánkban, ezt át kell, hogy adjuk az utódoknak, és ezen fáradozunk szerintem mindannyian, hittel, kitartással, és remélem, hogy gyakorlatban sikerül is ezt megvalósítanunk. A rendezvényen Molnár Tibor, Faludi György, Óda a magyar nyelvhez című versét szavalta el. Gémesi Evelin felkészítő tanárával, Feig Kingával közösen lépett fel az ünnepségen, akik zongora játékukkal ajándékozták meg a jelenlévőket. Az esemény folytatásában Kovács Vivien szólaltatta meg fuvoláját, akit Kis Albert készített fel. 2012-ben volt 10 éve annak, hogy megalakult a városban a Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika Egyesület. A rendezvényen a legtehetségesebb diákok mutatták be produkcióikat, így fellépett többek között Fodor Zsuzsanna, Borsos Rebeka, Torma Dalma, Laklia Lúcia, Murányi Anna, Fodor Zsófia, Boros Ninetta, Hornyák Patrícia és Kis Pálma. A fiatalok országos és megyei versenyeken értek el kiemelkedő helyezéseket, akik szabad gyakorlataik mellett karikával, labdával és szalaggal is bebizonyították, mire képesek. A szertorna után ismét az irodalom kapta a főszerepet. Bolti Éva, Vas Albert, Üzenet haza című versét mondta el az ünnepségen. Juhancsik Zsuzsanna az iskola művészeti csoportjával egy olyan összeállítással készült a Magyar Kultúra Napjára, melyet vastapssal jutalmazott a közönség. A diákok a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical átdolgozását adták elő. Ingazd el magad, ingazd el magad, a szent kirincs kiel.
Azt mondják, hogy a tanárok követők. Én egy olyan iskolába jártam, ahol nagyon sokféle lehetőséget kaptunk a tehetségünk megmutatására, és én is arra törekszem, hogy olyan kollégákat hívjak be a tantestületbe, ha arra van lehetőség, akik minél sokoldalúbbak, minél kreatívabbak, és nagyon fontos számukra a diák, akiket a kezük közül engednek aztán majd ki. Sok időt töltenek a kollégák a szabadidejükből is, a délutánjaikból is itt a gyerekekkel. Tehát egy olyan közösség fejlődött ki, amelyik nagyon komoly kultúrát és értékeket hordoz. A diákok egy igazi ajándékműsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, hiszen irodalmi és zenei művek egyaránt elhangoztak a rendezvényen, így ők már tettek azért, hogy fennmaradjanak és minél tovább éljenek szellemi értékeink.